Sziasztok! Sziasztok! Megint itt vagyunk, most ketten. Én Mozsolics Róbert Buppa vagyok. Bukovics Tamás, sziasztok! A műszaki rész és a tekerés rész. Ez az Így kezd bringázni webinár sorozat, három rész a sorozat, harmadik része. Eddig már kettő lement. Tudtok csatlakozni Zoomon, ami pedig a Így kezd bringázni eseménye, a Bringáz a munkámba Facebook oldalon. Ott találtok az esemény alatt a linket, ott regisztráljatok, mert hogyha Zoomon keresztül néztek minket, akkor a cseten kérdéseket is tudtok feltenni, tehát aktívak tudtok lenni. Egyébként a Facebookon is streameljük a dolgot, ott is követhetitek, ott nem tudtok kérdést feltenni, esetleg majd később. Ami fontos, hogy a regisztráltak között egyébként a BKK felajánlásából majd 10 darab féléves és 10 darab éves bubi bérletet sorsolunk ki. Még hozzá holnap lesz a sorsolás, úgyhogy még gyorsba regisztráljatok, hogyha így van. Ilyet akartok nyerni. Az első részt Tamás nyomta le, az három hete volt, ott a technikai részek voltak. Így van, technikai részek, hogyan kezdjetek hozzá ahhoz, hogy elővett kerékpárjaitokat átnézzétek, adott esetben önmagatok leszervizeljétek, vagy elvigyétek szervizbe, hogy biztonságosan tudjatok közlekedni a városban. Az első is a paripáról szólt, a második részben én voltam, ahogy belecsaptunk a városi közlekedésbe, vagy még pont az ajtóba állva az utolsó simítások, milyen felszerelések, milyen taktika, milyen technika kell. És most pedig a városi bringázás a gyakorlatban, ez lesz a harmadik rész. Ezt trükkösen csináljuk, ugye már nagy filmes trükk, hogy ezt már felvettük, kint voltunk a forgalomba, de most azért is ülünk itt, hogy tudjunk kérdésekre válaszolni, mert azok is jöttek az előző két adás után. Egyébként a Magyar Kerékpáros Klub minden évben szervez egy ilyen bringáza munkába kampányt, ami arról szól, hogy egy időintervallumban mindenkit arra sarkallanak, hogy kerékpárral menjenek bringel vagy dolgozni. Ez idén a Covid miatt elmaradt, ezért is lett ez a webinár irány. Ez az egészet az MK szervezi, a Kerékpáros Klub, de az Aktív Magyarország a fő támogatója ennek az iránynak, hogy próbáljuk nyerekbe kerékpárra bírni a városiakat. És a BKK pedig földobta ezeket a díjakat, úgyhogy tök jó nagyon kedves tőlük, támogatások igen. Vannak. Ha okay. Nincs bringátok, akkor prima a dolog az, hogyha a közösségi kerékpárokra pattantok, kipróbáljátok a városba való közlekedést, és annélkül, hogy különösebb befektetésbe lenne nektek ez a dolog, megnézitek, hogy hogy tudtok munkába vagy szabadítós tevékenységként kerékpározni a városba. Bele lehet kóstolni egy ilyen közösségével. Csapjunk itt bele, mielőtt nekiállunk megnézni a szuper városi körünket. Érkeztek kérdések, bele is vágok rögtön a közepébe. Például, hogy kezdők hogyan induljanak el a városba kerékpárral, ami nagyon fontos szerintem, hogyha tényleg kerékpáron még nem róttad a várost, vagy nem így intézted a dolgaidat, még hogyha jogsid is van, érdemes a kerékpáros kresszbe egy kicsit belemélyedni, amit így kivonatolva a kerékpáros kisokosába, egyébként ez online is elérhető, nem kell ez a nyomtatott példány. Érdemes ebbe egy kicsit így beleolvasgatni, hogy nehogy ilyen váratlan dolgok érjenek az utcán. Hogy... Nagyon hasznos, átolvastam én is, gyakorlatilag majd minden kérdésre választ kaptok ezekből a füzetekből, illetve a Kerékpáros Klub oldalán található, letölthető online verziójából. Tulajdonképpen teljes körűen leírja azt, hogy mi az, amire figyeljetek, mi az, amire szükségetek lesz, és azt hiszem, hogy ha ezt áttanulmányozzátok, elolvassátok, akkor biztonsággal fogtok tudni közlekedni a városban. Nem olyan óriási anyag ez, és tök jó, hogy tényleg ki van belőle szippantva a kerékpáros rész, tehát nem kell az óriás kressz anyagból ezt kikeresnetek, ez tényleg ami a kerékpárosokra vonatkozik, és nagyon kell a rutinhoz. Tehát ezt érdemes egy kicsit átolvasgatni, mielőtt tényleg így beleveted magad, illetve én még útvonalakat csekkolnék, mielőtt mondjuk munkába kezdek járni a bringával egy kicsit így, de erről beszéltem is az előző adásban, kicsit így feltérképezném szabadidőbe a munkahelyig tartó utat,
ilyesmi. Hát az mindenképp úgy érdemes, hogy nem stressz körülmények között. Hát nem, amikor oda kell érni az igazgató tanácsi gyűlésre, és már egy késéssel indulunk, ne kockáztassunk, bár izgalmas, meg feldobja az adrenalint. Mikor van egy szabad időnk, hétköznap este felé, vagy hétvégén, megnézzük, hogy hogy tudunk eljutni munkába, vagy adott esetben a boltba, ami a környékünkön van, hogy tudunk kerékpárral elmenni kényelmesen, anélkül, hogy időszűkében lennénk. És utána már fix lesz az a bejárási idő, az biztos. Ez kicsit kapcsolódik a következő, hogy hogyan találtunk társat a csoportos tekeréshez. Én egyébként legelsőként ott a munkahelyemen szimatolnék körbe, hogy ki az, aki esetleg bringával jár, honnan biztos jár. Találunk valakit. Lehet, hogy tud társadalni. Érdemes megnézni a munkahely kerékpártárolóját, és ott várakozni esetleg, hogy ki az, nem simán meg lehet, össze lehet jönni olyannal, aki bringázik. Kerékpárosok általában jó arcok. Ez elmondható, hogy aki kerékpáron közlekedik, az mind vidám ember, mert ők nincsenek hozzákötve az autójukhoz, ők odaérnek időben, ahova mennek. És ez az nagyon segítőkészek. Érdemes a munkahelyen is körbenézni, de egyébként vannak kifejezetten olyan projektek, amik ezt a kezdést segítik. Például ez a bebiciklizés. Ez egy szerveződő valami, tehát érdemes keresgetni a különböző Facebook események között a bebiciklizést, ez erre fókuszáljátok. A szervezése. És ott úgy csinálják, hogy kisebb csoportokban 12-14 fővel egy olyan valaki, aki nagy belvárosi vagy városi biciklis guru, egy kicsit így biciklizgetott az éles helyzetekben ezzel a kisebb csapattal, és megmutogatja azokat a túlélési technikákat. És ott is mindjárt lehet ismerkedni kerékpárosokkal. Ráadásul bővülhet is ez a csapat. Nem csak Budapesten, ez már vidéken is volt ilyen, Szegeden, talán Fehérváron is mocorogtak már így. Ezt is így kutatgassátok, mert van ilyen, hogy bebiciklizés. Harmadik kérdésünk is van, hogy hol jelentsük be a veszélyes útibákat, és van-e ennek bármi értelme? A legjobb felület, mindenképpen van értelme, már csak a többiek miatt is, egy egyre jobban fejlődő, bővülő és elég nagy területet lefedő ilyen felület a járókelő.hu. Itt tényleg a gyalogos, a kerékpáros, az autós, a trolibuszos, a repülőgépes, mindenféle közlekedéssel kapcsolatos problémákat be lehet jelenteni, akár fényképpel illusztrálni, és egyébként nagyrészt eljut a megfelelő helyekre ez az információ, sok helyre van becsatornázva, ez a járókelő.hu, keressétek ezt is. Van még egy pár kérdés, de szerintem csapjunk bele a szuper road movie-ba. Csapjunk bele, nézzük a videót. Hogy mit csináltunk mi a városban. Nézzétek meg ti is. Sziasztok! Full a pozícióba ülünk itt Tamással. Nem egy bicikli, hanem egy bicikliben. Bicikliben. Azért jöttünk ki, mert így tök jól lehet beszélgetni, hogy mi is történik itt a városban, meg hogyan lehet közlekedni, ráadásul a vadi új bringás infrastruktúrában, ami azért sokat dob a helyzeten. Hál' Istennek egyre jobban fejlesztjük ezt. Igen, és ez most cél is. Egyébként mondjuk egy jó kis széles riksával megyünk, hopp, itt ki is tudnak kerülgetni a bringások. Ez a bringautóval most megyünk, szerintem tök jó, széles. Kiváló, ez egy gyönyörű bringa útlet itt, nagyon jó használható. Forma 1-es betonnal, elég jó kis bringás forgalom van. Az ilyen bringa útokon szokott az lenni néha, hogy mondjuk odaáll a furgon pakolni. De hát... Ebben nem tudunk mit csinálni, ez valahol természetes, mert itt pakolnia kell. Itt még ahogy elnézem a távolságot, még a bringa út mellett még egy rakodó furgot, vagy egy lassan mozgó riksát is ki lehet könnyedén kerülni. Igen. Tehát valahol ez nekem ilyen ideális bringa útnak tűnik, még lejt is. Az kiváló, igen. Úgyhogy itt szerintem a nagy mennyiségű bringa forgalmat is nagyon lazán elbírja. És itt aztán minden kombó van. Villamos, taxi, talán még a busz is jár itt? A busz is jár itt. Busz is jár, bizony. Itt haladunk most Budapesten, a Boris Zsigmond körtértől indultunk Szabadsághíd felé, Bartók Béla úton. Azt beszélik, hogy most nem csak Budapesten történtek ilyen nagy kerékpáros infrastruktúra fejlesztések, hanem többi országszerte nagyvárosokban, sőt az egész világban. Ezt már beszéltük, hogy a karanténnak van valami pozitív hatása, ez mindenképpen az. Iszonyúan előjött a kerékpár mindenhol, de ilyen
bobba nagyvárosokba. Mindenhol kezdenek átállni arra, hogyha megcsinálják ezt a minimál infrastruktúrát a bicikliseknek, akkor felérünk a biciklis forgalom. Nincs mese. Ez például konkrétan egy halál egyszerű megoldás, az úgynevezett felfestés. Én ezt preferálom, ezt lehet nyomatni ezzel. Így van, ez egyszerűen megoldható. Egyszerűen javítható utána. Sőt, még azt is mondom, hogy egy pakolás, egy futbolos pakolás is belefér. Simán belefér arra az időre. Így van. Azt gondolom, hogy ha nem parkolnak, hogy illetéktelenek a bicikli úton, akkor ez teljességgel belefér. Én meg azt kell mondani, hogy egy furgonos pakolás, öregem itt az... például rögtön láttunk egy parkolást, mondjuk jó fél méterre a járdától, hál' Istennek. De úgy fogom, azok a furgonos pakolás az egy nagyvárosnak a minden napi van, belejárója. Az árulnak kérem, mennie kell. Így van. Van egy olyan szitu, hogy látod, van egy kanyarodó sáv, mi vagyunk a jobb szélen, de van olyan autó, amelyik itt be fog kanyarodni. Figyelni kell, és itt be is szűkül a bringa út, de mire ideérnek az autósok, már látják ezt ők is a felfestésből, meg a helyezkedésből. Úgyhogy én ezt sem tartom egy veszélyforrásnak. Egyáltalán nem, ilyenkor érdemes a lámpához előreállni kerékpárra, hogy az előálló autós is lássa, hogy ott bizony egy kerékpáros fog elindulni, és ha többen vagyunk egymás mögött sorban, akkor szépen meg fogják várni, hogy az összes kerékpáros áthaladjon, utána ők majd elkanyarodnak. És akár egy szempontakt is lehet bekacsintani a sofőrnek. Fontos, hogy a sofőrrel, igen. Igen, hogy valóban. Hányi, hó, itt vagyok. Na most nézzük meg, mi fog történni. De kérem szépen, egyenesen mennek az autók. Egyébként el is lehet engedni, amelyiket el lehet engedni. Na most jön egy érdekes szitu, mert itt a bringa út megy, és betorkolik egy ilyen rakpartos bringa útba, ahol már szerintem egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis a gyalogosokkal vannak összeeresztve a kerékpárosok. Oké, hogy van felfestés, meg ilyenek, de ezt én azért tartom nem túl jó megoldásnak, mert ha belegondolsz, ha csak 20-szal mész, és egy gyalogos mondjuk 5-tel, akkor 4-szer van gyorsan mész. Pontosan, és a gyalogos nem feltétlen van felkészülve arra, hogy itt mellette 20-szal el fognak húzni a biciklisták. Minden van, köszönjük, itt mindenki elfér, pedig egy nagy szűkítő van. A bicikli, ez is jó, hogy a esetleges pillanatnyi dugó másodpercek alatt elmúlik, tehát hogy nem kell itt sokáig várni arra, hogy megszűnjön a dugó. Na visszatérve itt, már azért bonyolultabb gyalogosok jönnek keresztbe. Én mindig azt mondom, hogy a legnagyobb szabadságfok a közlekedésben a gyalogosnak van. Pontosan így van, a gyalogosnak mindenhol, minden körülmények között elsőbsége van. Hát, illetve meg tud fordulni, keresztül menni, átlósan menni, tehát hogy erre számítsunk, hogy ő élni is fog a legnagyobb szabadságfokával. Nem fogja a legszabályozottabb utat követni, hanem a legrövidebbet fogja. Pontosan. Most fölmentünk a hídra, ez is egy érdekes szitu egyébként, például itt szabadság itt Budapesten, de ilyen híd lehet akár Győrben, vagy ahol még folyók vannak. Itt együtt kell élni avval a tudattal, hogy itt bizony fotózkodnak a külföldi turisták, sőt akár magyarok is. Az, az igazság, hogy itt arra kell figyelni, hogy túl nagy sebességgel ne közlekedjünk, ugyanis várható az, hogy egy gyalogos akár hátra lép, mert éppen fotózza a barát. Bizony, és én beleférjen a perspektívába. Egyébként, hogyha lenézünk az útra, olybá tűnik, mintha ment is ott egy bringás, talán választható itt az út is, olybá tűnik, mintha nagyon kényelmes és nagyon szélesen, mert ebben az időszakban most az, de azért itt egy durvább napszakban... Hát egy nagyobb forgalomnál ilyen ez. Villamos kocsi. Ide én már csak azt ajánlom, annak ajánlom, hogy fölmenjen és ezt a gyors és rövidebb turistamentes részt válassza, aki már rutinos. Például tök fontos, hogy van egy marha nagy patka. Bizony, ahhoz közelni kerülni nagyon veszélyes. Ha tekerésnél felakad a pedál oda, akkor nem olyan jó oda a forgalomba beesni. Ugye egy kicsit bizonytalan valaki egészen nyugodtan jöjjön fel a járdára, legfeljebb nem fog annyira gyorsan átérni a hídon, viszont mondjuk nézelődhet, ott bent nem is látunk semmit a kormányoktól. Kerékpárral nem minden körülmények között kell gyorsan haladni. Ugyanis mikor szabadja és tudunk gyorsan haladni, akkor be fogjuk hozni azt a lemaradást, amit akár egy ilyen hídon való áthaladásnál elvesztünk időben. Mert akkor nagyon gyorsan fogunk haladni. Pontosan így van. Na itt már látszik, hogy az annyira nem kényelmes. A kocsisor mellé be nem mennék még én se, pedig régóta róla az utakat, mert ott jön a vasaló, jön a villamos, ami 43 tonna, 20-szal jön, ha ezt összeszorzod, és nagyon nehezen áll számolni, mekkora erővel fog becsapódni. Itt megint visszafolyunk a kerékpárútra. Újból kapunk egy külön kerékpárutat. Egy busz megálló van itt. Én biztos vagyok benne, hogy a buszos kollégák nagyon figyelnek innentől már a bringásokra, hogy itt van ez a bringa út. A felfestése látszik úgy, ahogy. Tábla is jelzi egyébként. Ezek a legjobbak a
festett és saját használatot, tehát nem az, amikor együtt van a bringa út a buszsával, az is egy megoldás, az szerintem egyel kényelmetebb. Tehát, hogyha ilyet választunk, akkor a bringa út tök külön van. Én azt mondom, hogy nagy bajunk nem lehet. Följöttünk ide a járdára, már csak azért, hogy megálljunk itt a nagy budapesti első kerékpáros számlálónál. Egyébként gyorsan visszatérve, hogyha már muszáj felmenni a járdára, mert mit tudom én, tényleg olyan szűk, vagy éppen fölrobbant a bringa út, vagy éppen ott van, ahova mész, akkor tényleg a gyalogosok szent lelkek, nagyon vigyázni rájuk. Nagyon nagy bunkóság száguldozni köztük, megijeszteni őket, és ezzel... Lecsengetni őket a járdáról, a járda az alapesetben a gyalogosoknak az élettere. Mi is szoktunk gyalogosok lenni, úgyhogy mi is csináljuk ezt, és elvárjuk fejlően azt, hogy ne csöngessenek le minket a kerékpárosok. Én magam meg is szoktam szólni őket, csak mondom. Hát rossz benyomás kelt, hogyha... vagy a tülkörés. Itt most éppen ma már 1344-en mentek át. Igen, és jönnek folyamatosan. Éves szinten 224.674. Egyébként ez az egyik ilyen legforgalmasabb bicikli útrész. Budapesten nyilván a legrégebbi, azért a legtöbben ismerik. Fontosak egyébként a kerékpárszámlálók, mert ezzel tudjuk a kormányzat, a városnak az igazgatása felé jelezni azt, hogy itt igenis nagy igény van arra, hogy ilyen kerékpársávokat létesítsenek, mert meg lehet nézni azt, hogy 1347-en haladtak át eddig a mai napon, és valószínűleg ez estére olyan 3000 körüli számra fog felszökni. Itt legalább láttuk, a járdázás is nagyon észre, nagyon finoman, és csak ha muszáj, sokkal jobb a sima úton menni patkák nélkül. Üljünk vissza a riksánkba, aztán tépjünk tovább. Nézzük meg tovább a várost. Sziasztok! Érkeztek kérdések a videó részlettel kapcsolatban. Valaki azt írja, hogy nem olyan régóta biciklizik, és ez alatt a szűk egy hónap alatt nagyon sokszor dudálták le, leszorították, járdára kényszerült, pedig ő próbál mindenkire odafigyelni, és mégis ezt tapasztalja, és az a kérdése, hogy ti ezzel hogyan birkóztok meg, hogy ez az együttműködés kialakuljon a többi közlekedővel. Jó a kérdés, engem sokszor szoktak ledudálni, sajnos nem minden közlekedő toleráns a másikkal szemben. Ha szabályosan közlekedünk, akkor igenis legyünk ennek tudatában, és bátran közlekedjünk annak ellenére, hogy esetleg egy-egy autós ránk dudál. Ez még a mi haladásunkat nem fogja befolyásolni, ne ijedjünk meg tőle lehetőség szerint. Sajnos vannak ilyen autósok. Ahogy a videóban is elmondtuk, hogy ha szabályos helyen, szabályosan közlekedünk, és avval az autós forgalmat nem zavarjuk, mert nem vagyunk túl lassúak, nem kacsázva közlekedünk, akkor nekünk ott igenis van jogunk közlekedni, és innentől kezdve aztán dudálhat rám a jóisten is, akkor is menni fogok, biciklizek. Igen, de azért így meg kell mokányodni lélekbe, hogy a dudától lesz. Az tény, hogy mellettem valaki rám tűkör, attól én is megijedek azért. Hát meg az, hogy az idő az nagyon jó gyógyír erre, egyre rutinosabb leszel, illetve amit én mindig mondok, hogy lehet, hogy pont elég átkozottak azok a helyek, amiket használsz. Nézz egy másik alternatívát, hát van egy nyugisabb, ahol kisebb a forgalom. Nem mindenhol tudják olyan nagyon kényelmesen vezetni a bringa utat, meg az utat, vannak összeszűkülőbb részek. Egy kicsit még fedezgest fel, hát ha ráakadsz egy nyugisra, nem tudom, hogy Pesten, vagy Budapesten jársz, vagy vidéken, biztos, hogy van alternatíva. Inkább kerülj a szokásos útvonalon egy pár percet, de legyen nyugisabb és kevesebb autó menjen. Még azért hagyj időt magadnak, derítsd be, hogy van-e alternatív útvonal, ahol nem ennyire súrlódik a két közlekedés fajta. Volt itt nekünk kérdés még egyébként, ez technikai, ez Tamásra vonatkozik, az a, hogy ellenőrizzük le, hogy elég erőse az első és a hátsó világításunk. Szuper kérdés, közeledik az kérdés, valóban. Hát ez tulajdonképpen nem egy bonyolult dolog. Bekapcsoljuk a lámpát, sötétedés, szürkületkor, sötétben, és eltávolodva a kerékpártól egy 150-200 métert, hogyha jól látható a világításunk, akkor ez megfelelő lesz.
Gyakorlatilag, ha egy autós viszonylag nagyobb tempóba közelít felénk hátulról, akkor is ilyen távolságból könnyen le fogja tudni reagálni a mi pozíciónkat. Itt azért, amit Buppa is elmondott az előző előadásban, ezek az USB-vel tölthető lámpák roppant praktikusak abból a szempontból, hogy ezeknek a fényereje az feltöltött állapotban, tehát hogyha működik, akkor minden esetben elegendő ahhoz, hogy jól láthatóak legyünk. Az elemes lámpáknál ott van egy olyan problematika, ugye, hogy merül az elem, egyre halványabb a fénye. Hát, hogyha ilyen lámpát használunk, ami elemes, akkor ezeket valóban hasznos, hogyha előtte lecsekkoljuk, hogy milyen megfelelő a fényereje, illetve, hogyha nem az, akkor bizony irány a bolt és elemcsere, mert ha van egy lámpánk, ami nem világít, akkor pont olyan, mintha nem lenne. És éjszaka ninják leszünk, ugyan mi marha jól fogunk látni, de minket senki nem fog látni. És nem az a feladatunk, hogy ninjáskodjunk, éppen hanem haza kell jutni. Roppant baleset veszélyes. Most a hétvégén találkoztam ilyen ninjákkal a Velencei tó körül. Hát a fekete semmiből felbukkanó 20-szal közlekedő biciklistánál nincsen veszélyesebb, mert én is 20-szal közlekedek vele szembe. Az már 40 km per órával csattani valakivel, az nagyon veszélyes. Úgyhogy kérünk mindenkit, aki sötétedés után közlekedik kerékpárral, egyébként a Kressz szerint nappali fénynél is meg kell legyen a világításunk, ami tökéletesen működik, de ha esetleg ez nincsen meg nappal, akkor mindenképpen, ha az esti órákban sötétedés utánig bringázunk, akkor legyen olyan lámpánk, ami igenis jól világít. És a másik, amit már Bupának is említettem, hogy a dolog, hogy előre fehér lámpát, hátulra pirosat, mert találkoztam olyannal is, hogy elől is piros lámpát használt az illető, mikor jön velem szembe, mondjuk ő lassan jön, és csak 10 km per órával, én meg jövök 30-a, és megpróbálom kijelőzni, majd kiderül, hogy ő szemből jön velem, és nem is az én sávomba, akkor is szintén nagy baleset lesz. De az első lámpákon meg arra figyeljünk, hogy most olyan baromi erősek is vannak, hogy azért ne verjük telibe a szembejövő bringást, hanem inkább az útra próbáljuk rá irányítani, ezt egyszerűen kell próbálni. Én visszatérve az USB-s lámpáknak van egy olyan jó kis tulajdonsága, hogy például ez most már merülésben az első hátsó lámpa is, van az a kis piros LED nekem benne, ami hogyha már elkezd világítani, akkor tölteni kell. Egy ilyen jó kis USB lámpánál azt mondom, hogy nem is kell nagyon leellenőrizni, hogy elég a világításunk, ha nem a piros ég, hanem a zöldben van és fel van töltve, annak jónak kell lennie. Igen. Ez a legjobb megoldás. Egy hozzá kapcsolódó kérdés, hogy biztonsági tartaléként milyen másodlagos világítást érdemes vinni magunkkal, ha mondjuk van egy szuper USB-sünk? Nagyon jó, hát figyeljetek, viszonylag egyszerű szilikon lámpák, nagyon olcsón elérhetőek, nagyon olcsó, nagyon könnyen felszerelhetőek. Hogyha ilyet bedobunk a hátizsákunkba, és bontatlan csomagolt állapotban mindig magunknál hordjuk, akkor nem történhet olyan probléma, hogy nem világítás nélkül maradunk sötétedés után. Ezeknek a fényereje arra, hogy lássanak minket, tökéletesen elég, ezeknek a fényereje viszont arra, hogy kivilágítatlan területen sötétbe biciklizzünk, arra már nem elegendő. Ezek nem látsz vele. Nem látunk vele egész egyszerűen, akkor a fényerőt ezek nem tudnak leadni. Én akkor szoktam le, vagy azért szerettem meg az USB-st, mert ez mindig bekapcsolódik valahogy ott a hátizsákból, lemerül, aztán amikor indulni akarsz, akkor még el kell menni gombelemére, az nem olyan, de a trafik nincs nyitva, vagy úgy nincs van, a 42-22-es. Nincs trafik. Jó, van még egy olyan kérdésünk is, hogy van-e, ez egy rejtélyes kérdés, hogy van-e bármi, ami már tudható a készülő új Kressz szabályozásról? Markánsan tudhatót én sem tudok, amit hallok, hogy ez már sok éve tartó folyamat, aminek a lényege az, hogy a Kresszt próbálják majd úgy módosítani, vagy ezekben a pillanatokban is folyamatosan módosítják, de még nincs kész, hogy az kerékpáros és gyalogos barátabb legyen, mint eddig. Tehát, hogy a eddig alsórendűként, megtűltként kezelt közlekedési formák kicsit így jobban mindennapi részei legyenek, elfogadottabbak legyenek. Egyre nagyon többen védelemben. Vagyunk, egyre többen vagyunk, tehát azért ez valahol indokolt is. Igen, jobban azt próbálják óvni ezt a két kategóriát, a gyalogost és a kerékpárost ezekkel a Kressz módosításokkal. Keresztbe az új, és várjuk, hogy meglegyen. Folyamatos egyeztetések vannak, még nem látni a végét, de lesz, tehát dolgoznak rajta, nem engedték el.
Milyen bringás útvonal tervezőt érdemes használni? Hú, ebből nagyon sok, sok van. Itt ismét a Kerékpáros Klub honlapján rengeteget gyűjtöttek össze. Nagyon jó használható, csak tényleg pár példát mondok, a BKK-nak is van külön kerékpáros útvonaltervező, mert kerékpára van pozícionálva. Van a Bike Citizens, ami egy nemzetközi, ez lehet, hogy talán előfizetős, de nem nagy összeg, egy évre letölthető bármelyik nagyváros. Pár ezer forint maximum. Nagyon up to date a dolog, tehát hamar reagálnak a változásokra. Van olyan, hogy Naviki, az egy applikáció, azt is sokan mondják, hogy jó. A mozgásvilág.hu-nak is van régiós ilyen applikáció, egy útvonal tervezője, akkor a merre tekerjek. De egyébként nyugodtan itt is nézegessétek a Kerékpáros Klub honlapját, ők összemazsolázgatták nektek a legjobbakat, ki is próbálgatták, talán még vélemények is vannak róla, úgyhogy egészen bátran nézegessétek. De közben térjünk vissza az utakra, mert elmegy itt az idő. Van még kérdés? Igen, még mielőtt visszatérünk a videóra, itt a beszélgetéssel kapcsolatban, illetve a videóval kapcsolatban is jöttek kérdések. Na. Az egyik éppen a világítással kapcsolatban, hogy villakhat-e a hátsó lámpa? Van, aki azt hiszi, hogy tilos, valamilyen bicikli lámpán nincs is. Villoghat, abszolút, sőt, tehát jobban felkelti a figyelmet a villogó, mint az ég. Abszolút nincs, ez nem tiltja semmi. Az első lámpa biciklisként azt mondom, hogy csak a zavarok, hogyha egy villogó első lámpával találkozok. A hátsó lámpa egyáltalán nem zavaró, az autósok tapasztalataim szerint jobban észreveszik, hogyha egy villogó hátsó lámpa. Talán jobban tudják, hogy az bringa. Tehát valahogy ez a villogás, az valahogy benne van már így az ember tudatában, hogy ez nem motor, nem autó, az bicikli, ami villog. Tehát villogtasd inkább, az a jobb út. Villogtathatod. És még egy kérdés. Még egy kérdés. A lakatolással kapcsolatban sokan félnek lekötni a bicikliket az utcán, és vajon egy 10-12 ezeres lakat már megvédi a biciklit, vagy miatt javasoltok? Mondjuk az előző részekben volt erről szó, csak így röviden. Volt szó róla ugyan, de a lakatolás, hát ez egy kardinális kérdés nyilván, mert kihagyjuk a szabadba a kerékpárunkat, amiről mindenféle alkatrészt le tudnak lopni. Egyébként igen, tehát azt még nem tudsz mindent lelakatolni. Mindent nem lehet egész egyszerűen. Tehát ha van egy ilyen egyszerű szilikonlámpánk, és kihagyjuk a biciklin, hát jó esélye reggelre már nem lesz ott. De hál' Istennek ez egy olcsó dolog, és ha figyelmesek vagyunk, akkor le is vesszük. Ha a USB-vel tölthető lámpánk van, úgyis le fogjuk tölteni, mert visszük magunkkal kis hazánkba főtölteni, úgyhogy avval nincs ilyen gond. De egyszer hallottam egy ilyen állandót, mint a pi, hogy a kerékpár értékének azért 10%-át éri a lakat. Tehát, hogyha van egy 1 milliós bringád, jó, nem kell 100 000-es lakat, de ahhoz már nem jó a 10 000-es. Egy 100 000 forintos bringához, még nem tudom, honnan jött az állandó, csak hogy legyen valami arányszám. Csak valami, hogy legyen. Én azt mondom, hogy 10 és 20 között már komoly lakatok vannak. Amit elmondtál, ulakat, colstok lakat. Semmiképp sem a spirál. És láncos zár, ez a három az, ami viszonylag biztonságos. A spirálos sodrony lakat, az tulajdonképpen semmire nem való. Az azon kívül, hogy egy. Felhívja a figyelmet a bringatolvajoknak, hogy ezt vidd el. Igen, figyelem felkelt egyébként. Óvodába szoktam ajánlani, elnézést még, azt szoktam mondani, hogy oviba benn, mikor lezárjuk a futóbringát, talán még több praktikus, oviba talán nem lopna futóbringát. Talán az óvodás nem lopja. Egyébként a nagyvárosoknak az egy nagy átka, hogy ha akár le vagy zárva tök jól, ha hosszabb ideig, egy hét, két hét, mert utazol, ott hagyod a bringát, akkor jönnek a hiénák, és először csak a markolat megy el, a következő hiéna már látja, hogy beleharaptak a dögbe, akkor már lemegy a fékkar. Nem egy ilyen mementó áll Budapesten. Elég sok ilyen, sajnos. Hogyha elutazol, akkor a biciklit menjsd be az utcáról, vidd ismerőshöz, rokonhoz, nem tudom, fizetőparkolóba. Egy helyen, hogyha sokat parkolsz állandóan, az kifigyelik egész egyszerűen. Nagyon sok olyan vendégem van a boltban, akik mondják, hogy otthonról a bérháznak az udvaráról lopták el az ő bicikliét, pedig milyen patent biztonságos zára volt. Hát, hogyha ezt kifigyelik, azt is le fogják tudni várni, tudják, hogy hajnal kettőkor fognak menni, mikor mindenki alszik, és akkor hiába van neked ráadásul egy patent, jó, drága zárad, azt is lehet semlegesíteni, akkor is el fogják tudni lopni a biciklidet. Lehetőség szerint ne egy helyen parkolj folyamatosan, ha hosszú ideig hagyod valahol, akkor vagy külön zárd le a kerekeket is, meg a vázat is.
ha gyorszáros a kereked, ami ez a fölnyitható gyorszár, hogy gyorsan ki lehessen venni belőle, azokat nagyon hamar elviszik. Tehát, hogyha egy napig ott vagy valahol lelakatolva egy ilyen, és főleg, hogyha egy drágább kerékpár, az bizony sajnos el fogják vinni jó eséllyel azt a kereket. Ezekre egyébként vannak megoldások, tehát lehet olyan gyorszár pótlókat kapni, amik zárhatóak, tehát nem lehet olyan gyorsan kivenni a kerekeket. Ezeket érdemes használni, pár ezer forinttól már elérhetőek, és akkor a kerekedet is meg tudod óvni attól, hogy ellopják adott esetben. Szerintem itt a veszély ez a hosszú ideig lezárt. Tehát az, hogy most a munkahelyed előtt lezárod, és a dolgozóból eljössz, az alatt fényes nappal egy jó lakathoz nem nyúlnak hozzá. Ha az utcán hagyod, és kifigyelik, hogy hetek óta ott van, akkor rámennek. Ha egy bérházban azt látják, hogy 20 napja, 3 hónapja, 5 hónapja a poros a bicikli, és nem nyúltak hozzá, akkor lehet, hogy megkapargatják, arra nincs biztosíték. Figyelj, én még egy dolgot szoktam mondani a vevőknek, a farkas törvény nagyon rosszul hangzik, de a helyzet az, hogy ha egy jobb ringa mellé lakatolsz, ami gyengébb zárral van lezárva, akkor az övét fogják elvinni, nem a tiédet. Jú, ez elég rosszul hangzik, de sajnos ez az igazság. Ez rosszul hangzik. Mindenképpen jó az erős lakat, mert mindig a könnyebb utat választják a tolvajok, minek szenvedjenek egy ránézésre bivaj lakattal, amikor tele van a város spirál lakattal, sajnos. Úgyhogy tényleg a 10 és 20 ezer forint között menj rá a lakatra, ne sajnáld. Biciklidet jobban fogod. Oké, köszi szépen, akkor szerintem nézzük meg a következő, részt. Vissza a városba. Hoppá, gyönyörűen elférünk még itt a nagykocsi mellett is. És hamarosan beérünk a Rákóczi úti kereszteződésbe, ahol mindjárt megtekinthetjük egy nagy kereszteződésen való áthaladást. És ez egy kicsit azért már egy hogy mondjam, életszagú bringa út, tehát ott azért már jobban történik az események, már csak azért is, mert ott nagyon sok busz jár. Bizony. És a busz nem bánt a busz, nem olyan, mint a medve. Nem bánt, de nyilván az ember lehet, hogy nem annyira... Nem bánt, de büdös. Nem én azt szoktam mondani, hogy mikor busz mögött megyünk, akkor lehetőség szerint maradjunk le, addig még nem tudjuk kielőzni, mert mikor a sofőr ad egy nagy gázfröccsöt, az benyelni a városi közlekedésben nagyon kellemetlen. Ilyenkor, hogyha kikerülhetetlen, akkor azt szoktam csinálni, hogy veszek egy nagy levegőt, mikor már látom, hogy jön az a nagy fekete füstfelhő. Meg ide lész, haver. És úgy megyek tovább. Vagy egy maszkot fölteszem, mostanában úgyis egyre többeknek van, hogy kötelező. Egyébként az van, hogy én most azért hordom magamnál, azért is. Na, vannak egyébként tök jó porszűrő maszkok. Azt mondom, hogy ha nem 20 kilométert mész egybe, mint egy vadállat, akkor tök jó. Mm. Én futárkodtam ilyenbe, ugye kicsit kényelmetlen volt, mert hogy több levegőre volt szükségem nekem, mint amennyi ezen átjön. Viszont erre az esetre, amit te mondasz, hogy nem tudsz más útvonalat választani munkába járáshoz, csak ahol a legtöbb csuklós busz megy, akkor nem ruhálsz be egy maszkra, és akkor nincs ekkora félelem. Praktikus mindenképpen. Abszolút, tehát rosszabbul nem jársz vele. Visszatérve a buszra, hogy igazándiból nem feltétlen komfortos érzése, hogy elmegy az ember, mert megszokható. De amíg nem vagy annyira penge a városba, szerintem válasz olyan útvonalat, ahol a lehető legkevesebb busz jár. Azért jobbra-balra nézve itt azért lehet látni, hogy azért sűrűbb lesz majd ez a bringa út, ide is átjövünk. Itt is egy kicsit összemosódik, tehát ennek a szuper bringa útnak, amit elkezdtünk a Bartókon és még a Múzeum körúton is nagyon jól tartott, van egy-két ilyen szűkebb része. Nem kell megijedni, látják, hogy itt jössz, látják a felfestést is. A túloldalon pont meg fog szűnni ott, ami bringa út jön és bevezeti őket az autóútra. Ezek elkerülhetetlenek egy nagyvárosban sajnos. Igen. Meg kell szokni őket és mindig szemkontaktust tartani az autósokkal. Amit érdemes elsajátítani kerékpáros közlekedőként az, hogy a kormányt, ha oldalra fordítjuk a fejünket, lehetőség szerint ne fordítsuk el. Attól még tudunk egyenesen haradni, szépen messzire elnézünk a távolba, hogy sima-e az út. És szépen elfordulunk, ugye? Tehát nem kell nekünk a kormányt is hozzáfordítani egyébként a fejünkre. Egyébként erre is lehet a visszapillantó tükör, egy kényelmes megoldás. Vannak azok a sisakra szerelhetők. Én nekem az nem jött be az úgy rezgett. Igen, nekem, hogy azt hittem, hogy egy... miatt ez nekem is használhatatlannak. Van, aki egyébként látom használják a városban, tehát lehet ilyeneket is kipróbálni. Egy ilyet kipróbálni az olyan, hogy nem megy rá a pénztárcát legfeljebb. Ha nem válik be annyira, akkor nem használja az ember. Van, akinek beválik, valakinek nem tudom azt mondani, hogy jó vagy nem, mert van, aki esküszik rá. Én nekem nem annyira jött be. Itt van egy érdekes például, egy forgalmas olyan része, hogy az autók
Autók rákanyarodnak a kerékpár útra, bizony mennek be a dobutcába, és ők elég tempóval, de hál' Istennek azt veszem észre, hogy egyre inkább figyelmesek, hogy jönnek-e a kerékpárosok, lelassítanak és csak úgy haladnak tovább. Minél inkább tele lesz a város kerékpárutakkal, tehát minél jobban sűrűbb ez az infrastruktúra, annál jobban fognak figyelni ők is. Bizony. Minél több a biciklis, annál jobban mindennapi látvány, és tudják, igen, hogy hogy viselkednek, tehát ez gyönyörűen fejlődik. 10-15 éve ezelőtthöz képest én azt mondom, hogy iszonyú jól együttműködnek az autósok. Tökéletesen így van, ahogy mondott, 15 éve, mikor bringáztunk a városba, azt tényleg azt mondom, hogy egy veszélyes dolog volt. Vagy nyugat volt. Vagy nyugat, igen, szépen mondtad. A második szabadságfok a gyalogos után a biciklisnek van, tehát hogyha előttünk megáll valaki és kánkán táncot jár egy tudjuk platón, kerülni. Pontosan. Van nekünk kormányunk, szépen használjuk, nem kell mindenkinek beszólogatni, teljesen nem felesleges. Meg, csak megy el az energia, nő a feszültség. És ha úgy belegondolsz, vagy jobb ez a pozitív hozzás, hogy valószínűleg valami tényleg fontos dolgot intéz valaki, aki nem tudott máshol megállni, mint a bringóton. Ne rögtön azt gondoljuk, hogy a világ legszenyóbb emberével van dolgunk, aki mindenkinek tojik a képére. Nem biztos, hogy igaz. Szóval itt is trükkös, itt például van egy olyan, ahol a busz jön majd be az állomáshoz. Igen, itt bizony a buszsáv az ugye a megálló miatt bemegy a keresztül a kerékpárúton. Ez megint csak egy elkerülhetetlen szituáció, figyelni kell buszosnak is, kerékpárosnak is. És valahol a keresztnek az alapja, amit egy profi buszos, aki egy profi sofőr, mert azért buszsofőr, az biztos tud, az a kölcsönös bizalmi elv. Tehát, hogy én azért abból indulok ki, hogy a busz lát engem, akkor nem vág elém, és ő is abból indul ki, hogyha én látom, hogy ott van, akkor nem fog még bemenni. Ezzel próbáljuk együtt élni. Busz, annak mennie kell, az nagy, nem lesz kisebb. A sofőrök... És a buszon sokkal több ember utazik általában, mint mi egyedül a bringán. Adjuk meg nekik azt az elsőbséget, hogy hadd haladjanak, siessnek ők is, menetrendet is be kell tartani. Így van, így van. Itt is figyeljünk, itt van, ha mi egyenesen megyünk, akkor itt van egy jobbra kanyarodóság. Oké, erre is féljük, hogy kanyarodtatnak az autók. Mindjárt jön a busz is természetesen. Egyenesen megyünk tovább. Elengedjük, hadd haladjanak. Itt. Oké, köszi. Nagyon jó fejek az autósok. Nyugodtan intsünk ki az autósoknak megköszönni, hogy elengedtek minket. Az mindig jó. Nagyon mosoly. Kedvesek, egy mosolyt elengedünk, megköszönjük, és nem az anyázást látják. Nem kell feszülni. Nekünk a legrövidebb idő akár egy autót is elengedni, 3 másodpercről van szó. Tehát a másik oldalon, ahol ott egybe megy a bringa út a járdából, valamikor kirakták az útra, mint ezen az oldalon, aztán visszarakták oda. Ha biztonságosan akarunk közlekedni, akkor mehetünk azon a bicikli úton is, természetesen, ami külön le van választva, és adott esetben gyalogosok is mennek rajta, figyeljük őket. És ott lassabban menjünk. Tudunk, és természetesen lassabban. Ha valakinek sietős, akkor lemehet az autóútra. Az autók ki fogják kerülni. Egy nagyon fontos dolog van, hogy ne menjünk le az útnak a legszélére. Egyrészt az ajtót nem nyitják ránk, hogyha nem a szélén megyünk. Másodszorban, hogyha az autóknak kijelölt sáv külső nyomtávjába haladunk, akkor muszáj lesz az autónak kijelőznie minket egy indexeléssel, és mellette lévő forgalmi sávban haladva kijelőznie. Tehát nem sávon és belül. Így nem fog minket beszorítani a parkoló autókhoz, vagy a járda mellé. Ez nagyon hasznos, amit most mondasz. Tehát tartsunk azért. Tehát most pontosan. Azért is, hogyha... Foglaljuk el az utat. Tehát mi is közlekedők vagyunk, van jogunk ahhoz, de ez hogy nem mi azt közlekedjünk. Jelenti, hogy, az nem azt jelenti, hogy középen menjünk. Természetesen középen nem menjünk. A sávnak a jobb harmadában, talán így a jó megszorban. Én azt szoktam mondani, hogy külső nyomtáv. Tehát ahol a keréknek a nyomtáva, pontosan így van. Sajnos ugye Budapesten a kerületi szabályozások nem engedik meg azt, hogy teljesen egyforma, egységes bringautak legyenek, hanem minden önkormányzat eldönti a hozzátartozó utaknál, hogy milyen kerékpársávokat telepít. Ez vidéken nyilván egy városban, nagyvárosban is sokkal jobban megoldott, kisvárosban végképp. Itt azért ez sokkal tagoltabb a kerületi jogkörök miatt. Biztos, hogy nehéz ezt úgy összeszabályozni. Én abban hiszek, hogy ahogy fejlődik az infrastruktúra, ahogy nő a bringások száma, ezek a problémák már annyira szembetűnek, hogy meg kell oldani. Ugyanúgy, ahogy most rengeteg bringa utat felfestettek, a pandémia is rásegített nyilvánvaló, de most végre ezek a nagy ütőerek kezdek bejátszani. Igen, mert ez hiányzott. Tudod, mi hiányzott egyébként évekig? Most már rájöttem. A kerékpárút. Hálózat. Itt egyébként a busszal vagyunk egy sávba, trollibusz közlekedik itt. Ha azt a külső nyomvonalat használod, amit mondott a Tamás,
átülős sávon kimegy, akkor bőven még a troli is ki tud kerülni. A troli egyébként egy rossz szokása van, irgalmatlanul gyorsul, tehát a troli az egyszerűen mindennél gyorsabban gyorsul. Én a Balcsit nagyon sokszor használom, rengetegszer, ez így pont bevisz a szívébe. Így van, tehát fölmegyünk a Váci útra, utána tovább kifelé. Budapest északi területeire nagyon gyors, nagyon jó használható. Annak ellenére, hogy a külső részeken nincsen kerékpárút, az autósok nagyon békésen tűrik. Igen, de a Váci úton most eléggé kivitték. Leginkább a bizonytalan kerékpárosok zavarják az autósokat és a lassú kerékpárosok. Tehát, hogyha fölveszünk egy olyan tempót, ami jól kiszámítható és egyenes vonalban közlekedünk, akkor az én tapasztalataim szerint az autósokat nem zavarja, hogy kerékpárosok haladnak az autóút szélén. Na itt például bejöttünk, és itt nincs is bringaút, de mégis gyönyörűen el tudunk menni. Itt megnézzük a nagykörúti bringasávot. Ez egy új bringasáv, és ez egy kalandosabb rész itt a nagykörút, mint ahol eddig jöttünk. Itt talán közel van a kocsik, de én úgy vettem ezt, hogy szélesebb a bringaút. Mindjárt megnézzük. Így van. Ez valami új, jaj, nem akarok. És nagyon jól megszokták az autósok ilyen rövid idő alatt is, azt gondolom, hogy itt kerékpárosok és közlekednek. Most már ide több olyan lesz, hogy nem autós, nem kerékpáros, olyan lesz, hogy egyszer autós, egyszer kerékpáros. Persze nem kell mindenkinek csak kerékpároznia. Tehát ez időjárás függvénye is, attól is függ, hogy mennyire sietünk, mennyi árut kell szállítanunk. Igen, mert kell hát nyilvánvalóan, az hogy nem. Hát persze, vagy hát a villanyszerelőről létre nélkül nem tud elmenni a városba szerelni, és az kerékpárral nem fog tudni létre átvinni a szerszámait. Muszáj lesz autózni. Akkor lesz ideális, amikor az nagyon sok olyan ember lesz, aki már mind a két oldalon nyerekbe is ült, meg autóülésbe is, és a BKV-val is. Figyelni egymást. Pontosan, mert tudja, hogy mit csinál ott. Na szóval láthatjuk, hogy elég széles a bringasáv. Sőt, még elég káosz van, mert le van x-elve a haladási irány, újak a felfestések. Viszont látható, hogy azért akár minket is a riksával ki tudnak kerülni, de két biciklis, a lassabb biciklis, a gyorsabb nagyon kényelmesen meg tudja előzni. Tehát nagyon klassz a új körúti bringasáv. Remélem, hogy a vidéki nagyvárosokban is most már így... Minél hamarabb a sugárutakon megjelennek ezek a külön választott kerékpársávok. Még közben előzgetnek minket gond nélkül. Itt egyébként arra talán szintén figyeljünk, hogy bizonyos utcákba be lehet fordulni autóval, tehát kívülről fognak minket beelőzve lefordulni, ha csak nem elengednek, mielőtt lefordulnának. Igen, a kanyarodó autósokra mindig figyelni kell. Egyébként szemben szinte semmilyen forgalom nincs. Kérem szépen, ezt már lehet úgy mondani, egy bringás metropolisnak a mintaképe. Megfelelő szélesség, itt egy nagyon picit akár megállhatunk. Itt van is egy ilyen érdekes felfestés, tehát látod, hogy a bringaútról tudsz a bringaútra kanyarodni. Ez már hálózat, kérem szépen. Az, hogy minden utcában legyen bringaút, nyilván nem elvárható, nem is lesz, nem is kell. A fő ütőerek legyenek meg, viszont az mindenhol legyen bebringázható. És ami nagyon fontos szerintem, hogy mind a két haladási irány meg legyen. Tehát ne kelljen ez a pirinckázás, hogy akarok menni arra, de itt a bringaúton mégis és át kell menni arra, kell menni. Mert ott vezetik a bringaútot. Ezt kéne, ez sokat dobna a dolgon, én szerintem. Na. Itt vagyunk, visszajöttünk, megjött az eső, és egy kicsit lehűt, azért nem vészes, a kamera ázik, de hát azt óvják. Itt közben a lakatolás kapcsán egy kicsit így vitatkoztunk erről a spirál lakatról. Azért nem kell annyira spirál lakat rasszistának lenni. Jó, nem vagyunk rasszisták. Kiegészítőnek egyébként. Kiegészítőnek kiváló, az tény. Kereket odarakod, az... Kereket például, hogyha van nálunk egy plusz spirál lakat, van egy colstok lakatunk, lezárjuk a vázunkat egy megfelelő tárolóba, és a kerekeket spirál lakattal odazárjuk, akkor ebben meg tudjuk óvni a kerekünket is, hogy ellopják, és a vázunkat se fogják a biciklistől elvinni. Rájönnek a tolvajok is, hogy ezzel nem fognak szarozni. Így van, túl nagy meló. Jöhetnek a kérdések is. Egyébként ne felejtsétek, hogy az egészet, mind a három részt, sőt ezt az utolsó résznek a többi, esetleg ma már az időben be nem férő road movie részét is megnézhetitek a Kerékpáros Klub YouTube csatornáján, vagy a Bringázza munkába Facebook oldalon is föl lesznek mind a három rész, ami eddig hamarosan a webinár sorozatban. Halljunk még kérdéseket, mert még van egy kis időnk, jöhetnek, hogyha igen, vannak. Még az első bejátszásban volt egy rész, amikor a Szabi hídon mentetek át, és hogy ott szabad-e akkor átmenni? Hát szabadsághíd, tehát szabadság. Az van, hogy át kell kelni a Dunán. És ha láttátok egyébként, ez egy fura helyzet, mert a kerékpár út az van, hogy oda torkolik be,
Szabad menni a Lánchíd, vagy a Szabadsághíd járdán, ugyanaz, mint a Lánchídnál. Szóval Pestnek a hídjai közül egyedül talán a Petőfi híd, az Árpád híd, a Két Nagy, meg a Margit híd van úgy megcsinálva, hogy Bringa út van. Az is a járdán fönn, mondjuk a Margit hídon van az úton is. De ahol nincs, akkor át kell kelnünk. Át kell kelni, valahogyan. És ugye itt ugyanaz a szabály érvényesül, hogy a járdán haladhat a kerékpáros, hogyha biztonságos közlekedésre nincs más módja. Így van, viszont akkor csak és kizárólag 10 km per óra alatt. Tehát ez kifejezetten azért van ez a szabály, hogy a gyalogosokra vigyázzunk, figyeljünk rájuk, ne üssük el őket lehetőség szerint. És itt van az érdekes gumiszabályként kezelhető valami, hogy akkor mehetsz a járdán, hogyha megítélésed szerint az út kerékpározásra alkalmatlan. Itt igazániból alkalmas, mert sima a beton a Szabadsághídon, de amit mondtam, ott van egy derékmagasságú patka, és ott van egy rohadt nagy villamos, és közben egy kocsik is. Én, akárki akármit gondol, én úgy ítélem meg, hogy ott nem le tudok haladni. Szabadsághídon szinte minden esetben a járdán szoktam átmenni. Ilyen helyzetbe kerültök, akkor tényleg a legeslegfontosabb, hogy lássák rajtatok, hogy vigyáztok mindenkire, és akkor ebből olyan különösebb nagy gond nem lett, át kell kelni valahogy a Dunán. Van-e még kérdés? Igen, egy kérdés még érkezett, ilyen kicsit talán privátba hajló, hogy ti hogyan kezdtetek bringázni a városban anno, hogyan készültetek, kitől kértetek tanácsokat, és hogy akkor milyen körülmények voltak, illetve a kérdező kíváncsi arra is, hogy szerintetek milyen lesz bringázni pár év múlva, vagy akár 10 év múlva Budapesten, milyen trendeket láttok, vagy tendenciákat? Hát én egy olyan 17 plusz éve lököm a dolgot. Én munka gyanánt kerültem ebbe, egyszer csak biciklis futár lettem, nem, jobb munkát akkor így nem találtam, de rohadtul bejött nekem ezt, hogy hogyan lehet, milyen jól lehet, hatékonyan lehet a városba közlekedni. És erről beszélgettük is Tamással, hogy ez a 15 éve nem volt bringa út hálózat. Nem volt semmi, szinte alig volt bringa út, úgyhogy akkor azért elég kevés volt. Én például kedvet kaptam, nekem volt egy kollégám, aki kerékpárra közlekedett Érdről, ha jól emlékszem, a belvárosba, a Fővám térhez, és egész egyszerűen akkora jókedvel jött minden nap dolgozni, egy ilyen klasszikus bringázás után. Megkérdezhetem, mit szed? Igen, konkrétan kedvet kaptam tőle, és kértem egy kölcsönbringát. És ezt javasolom nektek is, hogy kérjetek egy kölcsönbringát, ha még nem akartok beruházni, ha még nem vagytok biztosak benne, hogy ti ezt akarjátok választani. De az egész biztos, hogy én akkorabban a kölcsönbringával egy 2-3 hétig közlekedtem, és eldőlt az életem. Utána gyakorlatilag a következő hónapban már a saját bringám volt. Nagyon nehéz visszadowngrade-elni magad, hogyha elkezdesz biciklivel mocogni a városba, utána nagyon kevés olyas valakit láttam, aki utána teljesen letette a bringát. Nyilván jön az tél, vannak időszakok, amikor nem annyira kerékpározik valaki, de utána megint visszanyúl hozzá, csak el kell kezdeni. És mondom, nézd körül a munkahelyeden, a suliból, hogy kik járnak bringával, csapódj hozzájuk, kérdezte ők bátran. Persze. Egy bringás olyan szívesen mesél a bringázásról, hogy senki nem fog lerázni, hogy el fogja mesélni, hogy mik a tapasztalatai nagy vigyorral a fején, úgyhogy nyugodtan kérdezz rá bátran, hogy mit látok én azt, hogy baromira fejlődik ez az egész. Iszonyú mennyiségű bringás van, most a Covid után nem győző mondani, hogy pár 15 éve köszöngettünk egymásnak az utakon. Hát én arccal folyamatos arccal ismertük egymást, egyszerűen találkoztunk az utakon, és tudtuk, hogy ki de az, aki jön szembe. Most már nagyon jó, hogy ott van, és érzed a helyedet. Tudod, hogy nem csak te vagy az a félőrült, aki egyébként nem is félőrült, csak a többiek gondolják, hanem rengetegen vagyunk. Ez jön az infrastruktúra, és mondom, minél többen vagyunk így szem előtt, annál jobban kell ennek alakulnia és fejlődnie. Én szerintem irányban van mindenhol ez a forgalomcsillapítás most már kezd előtérbe kerülni, kezdik elfogadni az emberek, hogy miért jó az, hogyha tényleg a belvárosokban lecsillapítják a falat, egyszerűen élhetőbb és jobb lesz, még ha az adott szituációban nem is tudunk kocsival olyan gyorsan menni, szépen leszokunk róla, és úgy intézzük a dolgainkat, hogy ne kelljen ezt minden nap megtenni. Nagy a fejlődés, és ez a járvány, ez retteteset rádobott a dologra, úgyhogy ha valami plusz értéket az tudott hozzáadni a nagy katasztrófák mellett. Ez például az, hogy egy kicsit ezt a mikro közlekedést felfedezték az emberek maguknak, hogy biciklivel teljesen mindenkitől függetlenül saját tempóba, saját útvonalon odaérhet a dolog.
abszolút fejlődés van, egyre jobb. Tehát, Budapest gyakorlatilag Magyarország legnagyobb városa, ugye? Kiterjedés szempontjából Budapesten a legkülsőbb kerület legszéléről is a belvárosban maximum egy fél órás kényelmes tekeréssel el lehet érni. Tehát igazából nincsenek nagy távolságok. Ha azt teszem alapul, hogy Csepperről mondjuk Rákoskeresztúra vagy az északi területek bármelyikére átérni autóval minimum másfél óra, mert egész egyszerűen gyorsabban nem lehet teljesíteni, hát nekem biciklivel sincs annyi. Jó, tehát, este át lehet gangolni autóval. Jó, este át lehet, persze, de a reggeli dugóban, amikor mindenki megy dolgozni, egyszerűen megoldhatatlan. És azt még ne is, vagy mindig említem, hogy az, hogy odaértél valahova, és ott van egy és autó, a parkolás, azt még le kell rakni azt a rohadt nagy vasat valahova, az mindig dob még egy negyed órát a dolgokon helytől függően. Nem beszélve a parkolási díjakról. Úgy nézem, hogy nem biztos, hogy belefér már a következő blokk, még kettő rész van a Super Road Movie-ból. Egyet még úgy néz ki, hogy a főrendező elenged, most ott a rendezői székből integetve, egy még talán belefér. Három részletben, ha esetleg van még valami kérdésetek, akkor azt tegyétek fel nyugodtan most. Más esetben meg azt gondolom, hogy akkor nézzétek meg majd a YouTube csatornál a felkerülő... Mind a három részt. Négy részre tagoltuk ezt, kérlek. Ez, de a három rész az egész, a te részed, a műszaki, az én részem, és most a közös rész. Igen. Az egészet meg tudjátok majd nézni. Érdemes, hasznos, praktikus. Azt hiszem, hogy igyekeztünk Bupával minden hasznos információt, segítséget megadni nektek. Hogyha ez nem sikerült, akkor nyugodtan bombázzátok a Facebook oldalakat a Kerékpáros Klubnál. Kérdésekkel megpróbáljuk még a közeljövőben érkező kérdéseket mi magánúton megválaszolni. Hogyha vannak olyan fontos kérdések, amit mindenképp szükséges, hogy tudjatok rá választ, azt meg fogjuk és tenni. És ne felejtsétek a kerékpáros kisokost, akit én lassan mátkeresztelek kerékpáros nagyukossá, mert tényleg tök jó vannak összegyűjtve a kerékpárosokkal. Gyakorlatilag minden szerepel ebbe a füzetbe, amit a kerékpározásról tudni érdemes. A városi kerékpározásról kezdőként és középhaladóként egyaránt. De még a szupermenőknek is vannak benne érdekes gyöngyszemek, amiről nem tudtak. Akkor nézzük meg az utcsó road movie-t. Aztán még elköszönünk. Sziasztok! Meg is fogjuk majd mutatni, hogy van alternatívája minden útnak, a párhuzamos út. Tehát nem csak bringa út az élet, nem csak mézes kalács a kerítés. Legyenek meg a fő ütőrek, és nem sokkal bemegyünk majd olyan városrészbe is, ahol nincs is kifejezetten bringa út, olyan egyirányú utca, ahol szemből be lehet menni a bringával, az is érdekes, mert az se életveszélyes, csak megvannak a dolgok, hogy mire kell figyelni bringásnak, autósnak egyaránt. Ha valami meg kényelmetlen, mert túl buszos, túl büdös, túl gyorsak a kocsik, akkor válasszunk egy alternatív útvonalat a bringába, ez gyönyörű, hogy akár itt dobok egy jobbot, és ott szabadság a legjobb. Az elvehetetlen, tehát megázni, megázol, fúj a szél, de arra mész, amerre akarsz, ez tényleg ez... És ezért történik az, amit én tapasztaltam, hogyha valaki egyszer a városba elkezdi közlekedésre használni a bringáját, tehát munkába járni, stb., az egy idő után így rajta maradt, tehát nagyon kevesen offolnak vissza, hogy akkor kész. Nyilván meghatározzák az időjárási körülmények, meg az, hogy kinek hogyan kell megjelenni a munkahelyen, stb., de nagy szerep bevállalható belőle. Csak azt tapasztaltam, hogy egyedül a rossz kerékpár választás az, ami eltántorítja az embereket a későbbi kerékpár használattól. Ezért nagyon fontos az, hogy amit az előbbiekben elmondtunk az előző részekben Bupával, hogy figyeljetek arra, hogy milyen kerékpárt használtok, mi az a terület, ahol kerékpároztok, milyen távokat tesztek meg a kerékpárral, ehhez megfelelő kerékpárokat kell választani, közlekedési morálotoknak megfelelő kerékpárt kell választani, ha valaki gyorsan akar közlekedni, hát akkor bizony sportos kerékpárt kell venni, de ha kényelmesen szeretnénk menni, azt is meg lehet tenni, egyre több a városi kerékpár, amivel kényelmesen lehet haladni, akár olyan munkahelyre is be lehet vele menni, ahova nem lehet izzadtan, csatakosan megérkezni. Kiválaszthatsz egy olyan sebességtartományt, ahol nem fogsz jobban megizzadni, mint hogyha mondjuk a buszon állsz, vagy a járdán mész. Van egy fontos dolog, hogy ami szerintem a legnagyobb izzasztó, az a hátizsák. Hogyha vázra szerelhető, csomagtartóra rakható táskád van, vagy biciklis táska, vagy kormányon valami, akkor ezt tökre jó ki lehet lőni. Pontosan. Egy kellemes 12 km/h haladásnál szerintem egy nagyon jó kis
Hát szóval főleg a városokban benne, aztán az ilyen szűkebb utcákban pedig kivizetten hűvös tud lenni. Na itt például beérkeztünk, hogy olyanból szintén ilyen kényelmetlennek tűnhet az elosztás, de itt is bőven elférünk. Itt kerékpár jel van fölfestve, itt trolibusz, parkolóautó, minden van. Nyilván előfordul az, hogy amikor a trolibusz is itt áll, a parkolóautó is, és pont nem férünk el, de ez nem fog órákig tartani. Ha nem igen, fog, akkor... bizony, legyünk türelmesek, várjuk meg, még elindulnak. Így van, ha úgy tűnik, akkor meg nem tudjuk, mások emeljük fel a bringákat, és a járdán menjünk át, és folytathatjuk az utat. Ezeknél a utcáknál fogunk majd olyanokat látni, és ez szerintem nem csak Budapesten, hanem városokban, vidéken is simán van, hogy a egyirányú utcákba be lehet hajtani a bringával szemből, tehát bringával kétirányú az utca. Az egy érdekes, ott nyilván csak arra kell figyeljünk, hogy az autósok nem feltétlenül számítanak még a táblák kitáblázottság ellenére sem arra, hogy egy kerékpáros szemből megjelenik. Itt egy behajtani törzs, de itt nincs kerékpár beengedő tábla, tehát a kivéve kerékpárra, ide nem lehet bejönni. Ha be akarsz jönni egy olyan utcából behajtani tilos és szembe mehetsz, ott kint kell lenni annak a kis táblának, hogy kivéve kerékpár. Ezeket egy tipikusabb belvárosi rész. Itt igazándiból a bringa útnak nagyon értelme nincs, és itt el kell férni mindenkinek. Nem csak a fő ütőereken lehet érdemes közlekedni, hanem egy csomószor nagyon jó kis rövidítések és nyugodtabb szakaszok vannak a belvárosi részen. Ezek ugyanúgy párhuzamosan mennek a óriási főúttal, ahol tök jó föl volt festve a bringa úton minden. De hogyha valami ez nekünk nem annyira fekszik, mert túl sok az autó, mert túl sok a bringás, akkor jöhetünk. Alternatív útvonalakat, igen, és tökéletesen jól lehet. És a bringával bármikor meg tudod választani. Városi infrastruktúra kezd úgy kialakulni, hogy, és ez nagyon helyes irány, hogy az ilyen utcákban kerékpárral be lehet menni. Nyilván körültekintően kell. Szálljunk is, és nézzük meg itt a buktatókat. Alig látni a stickerektől, de az autóknak jelző balra tilos, de már kirakja a kerékpárt, hogy neki viszont szabad. Itt is azért legyünk körültekintőek, tehát hátranézés, szemkontakt, cserkészés, hogy mi van mögöttünk, az nagyon fontos, mert lehet, hogy egy autós ezt nem fogja kivenni ezt a táblát alul. Nekünk, mint bringás, már jó a szemünk ehhez, hogyha bicikli jelet látunk, akkor tudjuk, hogy ott valami engedékenység működik a dolgokban. A túlsó sarkon egyébként van egy kiválóan látható tábla is. Itt ugyanaz a tábla a stickerek nélkül, szóval valami ilyesmit keressünk a szemünkkel, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy be lehet-e hajtani. Nagyon jól látható. Itt, amire nagyon kell figyelni szerintem, az, hogy az autósok nem biztos, hogy ezt a táblát észrevették a másik oldalon. Igen. Bár ki van nekik rakva, hogy vigyázz meg kerékpályát szembe, tehát saját magunk miatt is figyeljünk, hogy a szembe jövő autós mit reagál. Én azt vettem észre, hogy például kiparkolás lehet vészes. Tükörben jól néz, mondod, igen, ott a tükröt nézi, és nem az, hogy te szemből jössz, pedig neki szemből vagy, de ilyenkor van az, mikor az autós neked figyelni kell, hogy hogy mozog az gépjárműve, és ilyenkor nagyon jól lereagálható az, hogy te hagysz neki időt, vagy teljesen áthúzódva a túloldalra elmész mellette szemből. Meg hogy elkrújzerezett. Meg ami fontos, hogy ne ezen az úton menjünk 690-nel 2 centire az autóktól, mert itt lehet történet valami szemben, nem, tehát nem kell rettegni, nem az lesz, hogy 40 autó fog szembe rontani és legyalázni minket, viszont számítsunk rá, hogy most itt mi szembe megyünk, még ha jelezték is az autósoknak. Úgyhogy most mi vagyunk egy különleges helyzetben az autókkal. Nézzük meg, hogy jutunk át rajta. Megyünk, és akkor itt szembe megyünk ugye az egyirányú utcába, ahol nekünk teljesen szabályosan kijelölt kerékpáros haladási irány is van. Itt most tehát azért nagyon széles, nagyon cuki módon még intett is, hogy köszi. Tehát, hogyha valamennyire szűk, akkor egy kicsit álljunk ki. Az a lényeg, hogy ezek az egyirányú utcák azért nem 600 km hosszúak általában. Így van, ezek rövid utcák általában. Így van. Elengedik a biciklis forgalmat azért, hogy megkönnyítsék az életünket. Itt arra figyeljetek, hogy nehogy nyíljon az ajtó, parkolgat, tehát azért... Szemkontaktus, ez egy... már sokszor elmondott szemkontaktus, igen. Gépjármű sofőrrel nagyon fontos. Az mindig bele tud férni, az egy másodperces oda kacsintás, mondjuk. Viccentünk, mosolygunk, még adott esetben egy köszönömet is elmormolunk. Visszatérünk a pesti Dohány utcába. Na ez már két oldalon parkoló, itt is föl van festve ugyan nekünk a bringa út, de itt is igazándiból el kell férnie mindenkinek. Elférünk, ha nem riksával közlekedünk, csak egy sima kétkerekűvel, akkor az autók gond nélkül elférnek mellettünk. Itt ugye szintén egy troli közlekedik,
még a trolli mellett is el lehet férni, de hogyha esetleg megijeszt mögülünk jövő nagy piros, akkor félreárunk arra az időre, még elmegy mellettük, így és folytatjuk. A sofőrnek jó utat kívánunk, hogy vissza fog mosolyogni, kacsintani. Nagy élményem, ha egyre több buszos, mikor elengedem őket, hagyom őket kimenni, visszajeleznek nekem, és figyelj, integetnek. Tudom, hogy néha vannak zsúrlódások a buszosokkal, de akkor a respekt nekik, mert tényleg azért nagyon sok bringás tett egyik évvel a másikra. Bizony, ők azért a legnagyobb disznójárművel vannak, mert a kötött pálya az más, mert a kötött pályán elüttek, akkor tényleg kötött pályás nem tud mit csinálni, az csak előre meg hátra tud menni. De a buszosoknak tényleg azt mondom, hogy főleg a csuklós vezetők, de nem csuklósok is, a trollisok, a dízelesek nagyon-nagyon jó, hogy ilyen szépen leveszik ezt a dolgot, és ha kell, kikerülik a bicikli is. Persze, nyilván vannak afférok, hallottam egy-kettőről, de... Persze, hát ezekről tudunk, de hát emberek különbözőek. És akkor köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Reméljük, hasznos tanácsokkal tudtunk ellátni titeket. Hogyha városi bringások lesztek ti is, akkor fogunk találkozni az utakon, legalábbis, hogyha Pesten közlekedtek, bár én máshol is előfordulok, gondolom a guppa is. Itt-ott. Úgyhogy nyugodtan kacsincsatok, integessetek, szólítsatok le, hogyha kérdésetek van, fogunk rá válaszolni, segíteni fogunk nektek, hogy hogyan legyen kellemesebb az életetek két keréken. Remélem, jó kis útra valót adtunk. Sziasztok, és nézzétek meg majd a YouTube csatornáján a Kerékpáros Klubnak ezt az egész webinár sorozatot, mind a három részt. Sziasztok, jó tekerést, nyeregbe! Sziasztok! Menjünk, fater! Arra húzzunk ki a bringa út felé. És valahány néven aftárva.